Az örökösföldi műfüves pályán edzenek a Spari futballistái. Bár néhány nappal korábban, míg a törökországi kellemes időjárást élvezhették, a hűvös időben is jó hangulatban végzik a gyakorlatokat a játékosok. Érthetően, hiszen a csapat az első helyen várja a tavaszi folytatást, és a vezetőedző is elégedett a szünetben elvégzett munkával. Sikerült ugye az elején a felméréseket megcsinálni, a játékosok az előzőleg otthon kiírt munkát azt elvégezték, jó állapotba tértek vissza, ezek után kint töltöttünk 10 napot Törökországban, ahol szerencsére jó időjárás között, jó körülmények között, jó pályákon tudtunk edzeni, minden edzőmérkőzésünket lejátszottuk a terveknek megfelelően, és szépen lépkedett előre a csapat fizikálisan is, és játékban is úgy érzem, és most ugye meg volt a hétvégén, hazajöttünk ugye a főpróba. Hát nyilván itthon egy kicsit azért hidegebb van, de itt is megpróbálunk mindent elkövetni, hogy a lehető legjobb állapotban legyünk a hétvégére. A Spari a téli szünetben szerződést bontott Paku Rolanddal, Németh Balázs Jófokra, Cseh Norbert pedig Tiszaújvárosba került kölcsönbe. Utóbbi csapattól visszaérkezett Olá Benyámin, a legutóbb az NB1-es Pasban szereplő támadóval, Beke Péterrel pedig 3,5 éves szerződést kötött a klub. Igazából nem úgy alakult az előző fél évben, hogy én azt terveztem Pakson. Utána volt most télen, hála az ének, több ajánlatom is. Amikor Nyíregyháza is szóba került, és én is tudomást szereztem arról, hogy van ez a lehetőség, akkor nem sokat gondolkodtam. Követtem félig meddig az NB2-t, nyilván tudtam azt, hogy a Nyíregyháza mit képvisel. Én teljesen úgy érzem, hogy ez egy NB1-es klub, és az első osztályban a helye, és azért is jöttem, hogy ebben segítsem a csapatot. A korábbi nyíregyházi sikeredző, Temesvári Miklós unokája, a védő Attila szintén Paksról érkezett a Sparihoz. Feljutásért szeretnék harcolni, ezt véghez szeretném vinni, jó pozícióban van a csapat, de most itt tavasszal is hasonló teljesítményt kell nyújtani, mint ősszel, tehát az első két hely valamiként kell végezni, és akkor nem érhet minket meglepetés. A Spari a tavaszi nyitófordulóban a 15. Tiszakécskét fogadja, amelyet már a korábban Nyíregyházán is dolgozó Kiskároly irányít. Én azt gondolom, hogy kontrákra fognak berendezkedni, és azzal próbálnak meg ugye minket meglepni, hogy gyorsan mögén kerülni. Vannak gyors játékosaik, a centerbe fönn van ugye a Takács, akit most igazoltak, egy nagy darab target játékos, szóval összességében arra számítok, hogy ilyen célfutballt fognak játszani. Nekünk meg türelmesnek kell lenni, és meg kell próbálni hazai pályán ugye az akaratunkat rájuk erőltetni, és örülnék neki, hogyha minél hamarabb sikerülne vezetést szerezni, hogy stabilan tudjuk hozni ezt a mérkőzést. Fontos lenne a jó rajt. A Nyíregyháza Spartakusz Tiszakécske mérkőzés vasárnap 14 órakor kezdődik Balmazújvárosban. A forduló további párosítása a következő: Kozár Misleny Budapest Honvéd, Kazincz Balszika Moson-Magyaróvár, Ajka Budafok, Gyirmót Soroksár, BVSC Zugló ETOSC Győr, PMFC Siófok, Szombathely Csákvár és Vasas Szeged.